Mini asztalok és berendezett játszó főzősarok az Oviban, közel 150 millió forintból épült ez a három csoport befogadására és teljes ellátására képes intézmény. A szombati pusztadobosi gyereknapon ünnepélyes keretek között jelképesen adták át a megújult közintézményeket, melyek közül ilyen formán az óvoda szalagátvágását ünnepelhették együtt a helyiek. Három olyan intézményt adtunk át jelképesen a mai napon, amely az elmúlt évben épült és lett kész. Gyakorlatilag mind a három gyermekintézmény. A legnagyobb épület, és újonnan épült a jelen, ami épületben vagyunk most, az új óvoda, háromcsoportos óvoda, egy 150 milliós topos keretből valósult meg, aztán az általános iskola 112 milliós szintén topos energetikai felújításon esett át, és egy kisebb beruházással egy mini bölcsődét valósítottunk meg, ennek a három gyermekintézménynek történt most a átadása. Az ünnepélyes szalagátvágás alkalmával a térség országgyűlési képviselője elmondta, a kormány céljaival együttműködve Pusztadoboson is a család áll a fejlesztések középpontjában. Pusztadobos letette a névjegyét egyszer a biztos kezdett gyerekházaknak a szakmai nivójával, hiszen országos híre tettek szer, és amikor polgármester úr ezen a bizonyos Szabolcs 05-ös társuláson belül jelezte a fejlesztési forrási igényeiket, akkor a magyar kormány elképzelésével eszett egybe, hiszen a családok támogatásával a bölcsődék óvodák fejlesztésével valósul meg. A bölcsődét az BMS pályázatból, az óvodát, ami most vagyunk, az topos pályázatból, és egy energetikai pályázatban még hátra, ahol a önkormány épületét is felújítjuk. Azt gondolom, hogy a család áll a centrumban most a kormánynak, és Pusztadobos méltó ezekre a pályázatokra, és kisugározza mindazt, amit egy család jelent ma Magyarországon. A következő időszakban a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítését kezdik majd meg, melyre szintén egy topos pályázatból nyert forrást a település, de útépítés, valamint egyházi felújítás is folyamatban van Pusztadoboson.